Közösen vonultak fel a Béla király térre a Szent László napi emlékezők. A 11. századi uralkodó szobránál megtartott ünnepségen Gréci félegyházi Gyöngyvér, a megyei jogú város szociális bizottságának elnöke arról beszélt, hogy Szent László, Szekszárd védőszentje, az uralkodását sújtó háborúk ellenére is meg tudta erősíteni az országot. Intézkedéseivel királyunk megszilárdította a magántulajdon intézményét, az egyszerű embernek biztonságot adott, és kiszámítható életet. Sőt, a legenda szerint kiutat mutatott a járványból is. Tisztelt ünneplők! Sok évszázad távlatából Szent László országépítő tevékenységét is meg tudjuk ítélni. A német terjeszkedéstől, a pápai hűbértől és a keleti nomád népek pusztításaitól egyaránt megvédte az országát, és biztosította a független magyar állami létet. Szent László többször megfordult Szekszárdon. Az apját, első Bélát ugyanis a mai Vármegyeháza udvarán található egykori apátságban temették el. Uralkodása nem volt könnyű. Az alig 2 évtizedet, míg trónon ült, háborúk sújtották. Fölkerekedett Lackfi a sereggel, és átmentek a hegyeken keresztül Moldvába. A tatárok s a magyarok között szörnyű nagy harc kerekedett. Atlamoszkán serege akkora volt, hogy oly sok volt benne a tatár, mint égen a csillag, réten a fűszál. És a harmadik napon körbekerítették a magyarokat. És a magyarok akkor régi szokás szerint az Úristent és Szent Lászlót hívták segítségül. És amikor a negyedik napon újból csatázni kezdtek, a magyarok aztán nagy győzelmet arattak a tatársereg fölött. Azt, hogy László király korának egyik legkiválóbb stratégiája volt, mi sem bizonyítja jobban, hogy alig 2 évtizedes uralkodása alatt nem csak Magyarország koronáját tudhatta magáinak, de néhány évig a mostani Horvátország első embereként is tisztelték. A székelyek tudták már, hogy az a koronás szellem, aki bárddal harcolt, senki más nem lehetett, csak Szent László, akit segítségül hívtak. És a tündérű szépségű hölgy, aki holtsarlón állott, és napba öltözött, és óvta a lovagot a tatárok fegyvereitől, csak is a csíksomlyói nagy boldogasszony lehetett. Szent László bár korának kimagasló évű, Európa szerte elismert politikusa volt, sohasem feledkezett meg Szekszárdról. Nehezen is tehette volna meg, hiszen édesapja, első Béla sírja, amit ugyan máig sem sikerült pontosan feltérképezni, de minden elbeszélés alapján tudható, a mostani Tolnai megyeszékhely egykori apátságjának romjai alatt, a mostani Vármegyeháza udvarának alján található. De mi volt Szent László titka? Mi emelte ennyire mindenek fölé? Mai szóval, mi volt népszerűségének oka? A népszerűségé, amiért a mai kor embere oly sokat hajlandó áldozni. Igyekszik szebbnek látszani, jobb helyen nyaralni, nagyobb autóval mutatkozni, okosabb telefonnal járni. Mindez pedig lehetőleg a legtöbbek tudomására hozni a világhálón keresztül. Nyilvánvalóan a népszerűségért. De gondoljunk csak bele, leszünk-e földi javainktól 800 éven át népszerűek? Biztosan nem. Hiszen Szent László töretlen kultuszához képest csak perceknek tűnik egész életünk. László sem gazdagsága okán vált a magyarok egyik legnagyobb királyává. Sokkal inkább tettei határozták meg népe hozzávaló viszonyát. Ehhez pedig mostani ésszel felfoghatatlanul kemény eszközökre volt szüksége. Csonkítással és halállal büntette azokat, akik a közösség normái ellen vétettek. És bizony olyanok akkor is szép számmal voltak. A többség viszont megértette, hogy a közös cél érdekében áldozatokat kell hozni. Koronáját belső ellenségtől, országát külső támadóktól kellett védenie. Nem parlamenti beszédekkel, hanem karddal. 20 évig sem uralkodott, életét végig kísérte a harc. Áldáz ellenségeink, a kunok és a besenyők mégis inkább neki adták meg magukat, ha választaniuk lehetett, mert az ő könyörületességében bízhattak. De bízhatott benne népe is. A sorozatos belviszályok után Lászlónak helyre kellett állítania a közbiztonságot.